Reggeli személy pedig nem más, mint Szentpéteri Nagy Richárd politikai elemző. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szervusz! Szóval próbálok keresni valami közös kiindulási pontot. Mondhatjuk azt, hogy a köztársaságnak lemondása, illetve az egykori igazságügyi miniszter visszavonulása mindenféle közéleti tevékenységtől nevezhető egyfajta politikai válságnak Magyarországon. Hát természetesen nevezhető, alá is inkább, mert ebből nagyon sok minden következhető természetesen, hogyha a közvélemény, de különösen az ellenzék felismeri a pillanat különlegességét. Egyelőre úgy fest, hogy ezt a részben ismerte fel. A fő események ugye szombat délután, kora este zajlottak a két lemondással. Azóta egy kicsit kezdett kihújni a láng, de még mindig lobog. Nem annyira, mint szombaton lobogott, de még lehet talán vele valamit. Mit kezdeni, de hát ehhez egy időképes és potens. Hát a fújtató, szükség. Igen, a láng mellett a fújtató most inkább Balogh Zoltán. Igen, Balogh Zoltán különös módon úgy járt el, hogy sok mindent elárult arról, hogy a kegyelmi ügyek általában hogy mennek, mert a közvélemény ebben nem nyert nagy bepillantást eddig. Ugyanakkor azzal, hogy nem mondott le, bár ugye sok dologról nem mondani, hogy neki nem állt módjában, hiszen az ő ugye tanácsadói minőségében került kapcsolatba ezzel a kegyelmi üggyel, ott nem jól szerepelt tanácsadói minőségében, ezt utólag már belátja. Kérdés, hogy akkoron miért nem látta be. Ugyanakkor hát egyházi tisztségéről nem mondott le, de ez nem állami kérdés, egyház kérdése. Talán ott is lesz változás a közeljövőben. Minden esetre azzal, hogy felelősséget vállalt, ugyanakkor nem mondott le, ezzel egy új mintát adott, mert az eddigi két megszólaló, aki felelősséget vállalt, döntéséért bocsánatot kért, le is mondott. Itt most egy másik utat látunk, és ez mintát adhat esetleg további szereplőknek, akikről esetleg a felelősség kiderül, de lehet, hogy a felelősséget csak részben vállalják, lehet, hogy elnézést kérnek majd, de lehet, hogy nem mondanak le, de az is lehet, hogy lemondanak minden esetben, most már nem csak egy patent van, hanem az is lehetséges természetesen, hogy bocsánatot kérjen valaki, és mégis maradjon a jobb. Hogyan látod a... Sajnos már a hangsúlyomon hallatszik, hogy én hogyan látom. Hogyan látod az ellenzék reakcióját erre a, hát mondjuk úgy, zicserre? Igen, én kritikusan látom ezt, én úgy látom, hogy nem vették észre. Olyannyira, halló? Igen, itt vagyunk. Igen, közben én aggódom nagyon a technikáért, remélem, hogy lehet hallani, amit mondok, én abszolút. Eddig hallhattam, amit te mondtál. Abszolút lehet. Így van? Így van, tökéletesen. Akkor köszönöm. Tehát úgy fest inkább, hogy a volt igazságügyi miniszter volt férje, látja el az utóbbi napokban, de már szombat este. Estétől kezdődően azt a szerepet, amit egy potens és nagy méretű ellenzéki pártnak el kell látnia. Ezért az ellenzéki pártjaink nem ezt a vasat ütik mindenek előtt. Most már, hiszen szerve van, talán ráébredtek arra, hogy itt még van ütnivaló, még fújtatni lehet a tüzet, de az első percekben, az első órákban, sőt az első napokban tulajdonképpen nem csináltak semmit. Szombat este egyértelműen semmit, az első reakciók nem erről az ügyről szóltak, hanem a köztársasági elnök különböző dolgairól. Meg könyörgöm, elkezdték ütni ezt a közvetlen elnökválasztást ebben a szituban, amikor ennek semmi keresni valója nincs itt. Igen, ebben egyetértés van köztünk. Az valóban beszédes volt, hogy nem volt mondandójuk az ügyről magáról, hiszen pedig szombaton itt hát tulajdonképpen megszületőben volt, hogy így mondjam, kis túlzással, de nem nagy. Megszületőben volt a demokratikus Magyarország, most valami történhetett volna, még történhetik, de azért hát három nap most azért elment a semmibe. A köztársasági elnök választásának, megválasztásának kérdése nagyon érdekes kérdés lehet az ott esetben, hogy az ellenzék fogalmaz, érjük el, hogy ne Orbán Viktor jelölje a következő köztársasági elnököt, de azért jelezhetjük, nem, de hogy ezt úgy is el lehetett volna adott esetben érni, hogy ne Orbán Viktor legyen az, aki egyáltalán jelölhet, és hogy Orbán Viktor kerülhetett volna, kerülhetne még talán olyan pozícióba, hogy semmiről nem jelölhet.
De nem ezzel foglalkozott az ellenzék, hanem a köztársaság elnök választásával, vagy a köztársaság elnök juttatásaival, ez az egyik kis párt a köztársaság elnök, a volt köztársasági elnöknek járó juttatásokkal kapcsolatban kívánt határozott javaslatot benyújtani, talán törvénymódosító javaslatnak is megfelelhető ez, és ehhez még ráadásul petíciót is csatol, vagyis kéri a közönséget, hogy írja alá. Állandóan a közönség mozgósításáról van. Nagyobb, a legnagyobb ellenzéki párt pedig azzal foglalkozik, egy másik párttal együtt, és egy harmadik egyetértésével, hogy, hogy hogyan válasszuk a köztársaságját. Ha szabad elmondanám, hogy én nem tartom lényegtelen dolognak a köztársaság elnök választása kérdését, de mondjuk egy stabil jogállamban sem tartozik az ügy, mondjuk az első 30 legfontosabb kérdéshez. Egy ilyen országban, mint a miénk pedig, hát mondjuk az első 100-ban nem nagyon van benne, de nem lényegtelen, tehát nem tudom, ebben a helyzetben, amikor politikai problémák egész sora, morális kérdések, egész hadserege vetődik fel, mondjuk a 130. kérdésként ez is megvitatható, nem azt mondom, hogy nem. Lényeges, nagyon is lényeges lenne, de talán nem most. Egyébként is azt mondanám, hogy bár nagyon kedvelem a témát, különösebben nagy jelentőséget nem tulajdonítok neki, mert az, hogy morálisan fedhetetlen köztársaság elnök kerüljön az államfői székbe, ez ezzel és azzal a metodussal épp úgy elérhető, mint hogy ennek az ellenkezője is. Maradjunk hát annyi van, hogy egy 30 jó néhány éve vitatott kérdésről van szó, mindenkinek lehet álláspontja, talán mondhatom, hogy nekem is van ebben a kérdésben, és ezek az álláspontok érdekesek, és ezek ütköztethetők, és erről nagyon jó lenne beszélgetni nyugodt körülmények között, mondom, 31 néhány évvel azután, hogy a dolog egy oldalra már eldőlt, de most nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az lenne a legfontosabb kérdés, hogy politikailag hogyan kezeli a nemet. Ugye, de láthatóan sehogy sem kezeli. Hogyan értékelhető ez a hát rendkívül dilettáns, de gyors, megnyugtatónak szánt alaptörvénymódosítás Orbán Viktor részéről? Hát az alaptörvénymódosítás, amelyet ő valamiért alkotmánymódosításnak hívott abban a rövid videó üzenetében, amely a témáról való elterelést, figyelemelterelést szolgálta, hát ebben tartalmilag, tárgyilag korlátozza a kegyelmi jogkör gyakorlását, ez pedig hát indokolatlan vagy oktalan dolog. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nem találkozhatunk olyan jogásszal, aki ezzel a javaslattal egyetértene, mert ha már itt tartunk, hogy tehát tartalmilag tárgyában korlátozzuk a kegyelmi jogot, akkor minek a kegyelmi jog? Hát azt is ki lehet mondani, hogy akkor nem kell, ugye? Nyilván az a javaslat, amely azt állítja, hogy kiskorúak sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény esetében, vagy ennek támogatása esetében nincs kegyelem, az figyelmen kívül tart olyan eseteket, amelyek adott esetben lehetnének alapjai kegyelmi határozatnak. Vagyis azt mondanám, hogy hasonlít a dolog a Fidesz 2010-ben, már 2010-ben bevezetett, és az akkori alkotmányban, aztán az alaptörvénybe és az alkotmánybírósági törvénybe is beírt rendelkezéseihez, mely szerint az alkotmánybíróság bizonyos normákat nem vizsgálhat, vagyis hogy egy seregnyi normát vizsgálhat, de van néhány norma tartalmilag, amelyeket nem, ugye, ahogy szoktuk mondani, a költségvetés is, és csatolt részei. Most, hogyha valamely tárgyakat kiveszünk a vizsgálat alól, annak felveti a kérdés, hogy miért éppen azokat a tárgyakat tegyük ki, és miért éppen más, hasonlóan fontos, vagy esetleg sokszor fontosabb, vagy kevésbé fontos tárgyakat. Így ezt még kezdi veszíteni az alkotmánybíráskodás, mint olyan. A kegyelmi jogkör valami hasonló dolog. A kegyelmi jogkör által vizsgált esetek közül kiveszünk tartalmilag néhány esetet, de más esetet még nem, ne hagyunk, amelyik hasonlóan súlyosak. Például tömeggyilkosnak, akár több száz ember gyilkosának lehet kegyelmet adni, de mondjuk egy olyan fiatal anyának, aki a szülés után hát meggondolatlan cselekedetre ragadtatja magát a sokban, annak nem lehet. Ez minden esetre hát indokolatlan kellene, erősebb indok arra nézve, hogy miért
éppen itt húzott meg a határokat. Annál is inkább, mert itt nem csak a pedofiliával összefüggő kérdések merülnek fel, hanem minden szándék, bűncselekmény, amelynek kiskorúval sértetje. Ez tehát egy mondjuk, hát nem egy átgondolt javaslat, nincs is az átlaki ezzel egyetértene, de a miniszterelnök nem is azért mondta, mert ez jó javaslat, hanem azért, hogy elterelje a figyelmet az ügyről, és a saját felelősség. Igen, aztán hogy elérheti, bocsánat, elérheti azt a célt, a valós célt, ez a módosítás, hogy a Fidesz szavazók megnyugodjanak, hogy hát tessék, a Orbán Viktor milyen határozottan azonnal beavatkozott, és rendet csinált, és meghozta ezt a módosítást, mert ez a cél, nem az, hogy biztonságosabb legyen a hazánk. Igen, persze a Fidesz szavazók egy jelentős része alig, ha nem látja itt az erőt, vagy a felvetve megvédi gyerekeinket, és olyan stílusban adta elő a miniszterelnök ezt, hogy ez is esetleg attraktív lehet néhány választópolgár számára, más választópolgárok talán taszító lehet, amikor a miniszterelnök így beszél elkövetőkről, és azt mondja, hogy ha az ő gyerekeivel, unokáival történnék nem hasonló, hanem csak apró eset is, akkor ő mire készül, mi lenne az első gondolat a bűnelkövetővel szemben. Én azt gondolnám, hogy a szülőknek nem ez szokott az első gondolata lenni, hanem a gyerek az első gondolata, a sokadik gondolat lehet esetleg az elkövető személye és a buszalás, de mindenesetre azt mondhatjuk, hogy ez is esetleg attraktív lehet néhány választópolgár szemében. A miniszternek tehát azzal a szándékkal lépett fel, hogy erőt mutasson, és a jövőre nézve megakadályozzon ilyesfajta ügyeket. Ez annál is inkább beleillik a magyar hagyományba, mert a magyar politikusok hagyományosan egy-egy ügy kapcsán rögtön jogszabálymódosításokra gondolnak, ez így megy 150 éve, és érdekességképpen jegyezhetjük meg, hogy az ellenzéknek is érdekesség el. Ez beszélve az egyik ellenzéki párt hasonló tartalmú módosítást kezdeményezett, mondjuk mindenek előtt a büntető törvénykönyvre és a büntető eljárási szabályokra gondoltak, de tartalmában majdnem, hogy szó szerint azonos a miniszterelnök által javasolta, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy nem csak a Fidesz szavazóknál, hanem az is ellenzéki pártoknál is kedvező megítélésre talált ez a javaslat, pedig ez a javaslat nyilvánvalóan nem elfogadható, és inkább, mert mint mondtuk, ez figyelemeltet, elterelés, felelősségelhárítás szolgál, azon kívül nem vezet semmire. És mindenek előtt a kegyelmi jog szellemével, szellemiségével megy szembe olyan fokig már, amely magának a kegyelmi jognak a létét is megkérdőjelezi. Minden bizonnyal jelentős népszerűség növekedés lehet elérni azzal, hogyha a következő párt meg azzal áll ki, hogy hát vissza bevezetnék újra a halálbüntetést a pedofil bűncselekmények esetében a harmadik meg a nyilvános kivégzésekkel, ennek nincs vége, de hát a hülyeség fele vezet. Igen, így van, ráadásul elviszi a fókuszt az ügyről magáról. És itt az ellenzéki pártok felelőssége ugyancsak felvetődik. Ugye, ha az elmúlt napokban ezzel, mármint a kegyelmi jog ügyeivel foglalkoztak volna, a politikai felelősség kérdését vetették volna fel. Nem különböző akciókkal a közönség a választópolgárok mobilizációjában foglalkoztak volna, hanem a felelősség kérdésének a felvetésével. Hangsúlyozom, hogy a kérdésfelvetéssel. Vagyis nem akciózni, petíciózni lehet ebben a helyzetben, hanem kérdéseket feltenni. Komoly, egyszerű és nagyon gyorsan megválaszolható kérdéseket kell feltenni, és addig kérdezni, amíg a válaszok meg nem születnek. Ezzel egyébként a választópolgárok összességének is a kedvébe járnának, mert hiszen a Fidesz választói is valamiképpen válaszokat várnak arra a kérdésre, hogy ez hogyan történhetett meg. Mi vezette a döntéshozókat, egyelőre három döntéshozóról, illetve döntés előkészítéséről hallottunk, akik maguk is megszólaltak ebben az ügyben, de más döntés előkészítők is vannak itt, akik nem szólaltak meg, a miniszterelnököt is ideértem. Most tehát, hogyha a felelősség kérdését felvetnék, és következetesen végigvinnék, akkor csodálkoznának talán, hogy milyen közel járnak ahhoz a pillanathoz, amire, legalábbis így mondták eddig, 14 év óta várnak. Ez egy olyan pillanat, amiből ki lehetne hozni valamit ügyes és okos, és mindenkelőtt erkölcsös ellenzéki politizálással. Ha azonban ez nincs, akkor felvetődik a kérdés, hogy valóban erre a pillanatra várt-e,
vagy inkább, hát inkább jól el vannak ebben a rendszerben is, amelyben most élünk. Hogyan nézne ki ez egy ideális esetben? Ha mi lett volna lefolyás ennek, ennek az ügynek? Ugye ez úgy van, hogy a meg nem értést talán az okozza, hogy a kegyelmi jog természetét kevésbé ismerheti a közvélemény, a közvéleménynek természetesen joga van, nem ismer ezt a szellemiséget, a kegyelmi jog szellemét, és másrészt alig a parlamentarizmus nem tudásának, vagy nem ismeretének is van abban szerepem, hogy egyes szereplők, egyes megszólalók, nem csak a politikusokat, hanem a megmondó embereket is ideértve, láthatóan nehezen tudnak mit kezdeni ezekkel a körülményekkel. Egyelmi jog ugyanis már csak olyan, hogy több kézen fut végig az ügy, mire a döntés megszületik, és néhány ponton azért felvetődik az a kérdés, hogy vajon tényleg csak azok a szereplők döntöttek-e, akikről most tudunk, vagy más szereplők is vannak a dologban. Két ilyen pont egészen biztosan van, majd beszélhetünk is róla, de esetre a kegyelmi jog valahogy, a kegyelmi eljárás valamiképpen úgy megy, hogy az érintett, ugye, hát most itt a végrehajtási kegyelemről van szó, vagy a hozzátartozója, vagy a védője, benyújtja, nem kell gondolkodni arról, hogy hol nyújtja be az előtt lévő bíróságon, ahol éppen az lefejeződött, és utána ez elkerül, ugye, egy fokozattal, ugye az igazságügyi minisztériumi közbelépéssel a köztársaság elnökhöz, és aztán vissza az igazságügyi minisztériumba. És érdemes végignézni, hogy hogyan megy az ügy. Ugye talán a kegyelmi jog természetéről azért annyit érdemes mondani, hogy nem jogi kérdésről van a kegyelmi jog gyakorlója, vagyis az államfő, a köztársaság elnök, hagyományosan minden ország a király, vagy a császár, vagy a nagyherceg, most Japán és Luxemburgra gondolok, de hát a király valóban olyan körülményeket is figyelembe vesz, sőt olyan körülményeket vesz figyelembe, amit a bíróság nem vehetett figyelembe, tekintet nélkül a bűncselekmény súlyára, vagy a bűnösség. Tehát azért azt érdemes hangsúlyozni, egy helyet már ezt elmondhattam, hogy a kegyelmi jog gyakorlója az államfő nem azt nézi, hogy az illető, akiről ítél, vajon bűnöse vagy sem, mert az már eldőlt, a bíróság ügyelősen kimondta, azt sem vizsgálja, hogy bűncselekmény követett-e el, vagyis amit elkövetett, az bűncselekménynek minősül-e. Mert azt a bíróság már kimondta jogerősen, és azt sem, hogy ő követte el, hiszen ő követte el, mert a bíróság már kimondta. Vagyis úgy áll a helyzet, hogy egy ítélt ügy kerül az államfő elé. Egy ítélt ügy, amelyet nem ítél újra. Nem arról van szó, hogy az államfő újra megvizsgálja a jogi körülményeket, és más minősítést fordul, és hát nem fordul semmilyen más minősítést, semmilyen jogi dologban nem szól vele, mert Magyarországon ma még a bíróságok ítélkeznek, és nem az államfő. Az államfő tehát nem jogi szempontból vizsgálja dolgokat, hanem a családi körülményeket nézi például. Hogy van-e olyan lehetőség, hogy itt enyhíteni lehet, nem csak az elkövető érdekében, hanem esetleg az elkövető családja érdekében, és nem a felelősségi viszonyokat vizsgálja, hanem az különös körülményeket. Például figyelme veszi, hogy az illető az egyetlen kereső, és beteg, rokkant, és itt a hozzátartozók vannak, akiket ő ápol, és más nincs, aki ápolja, és itt a ilyen körülményeket vesz figyelembe, adott esetben enyhíthet a végrehajtási fokozaton, és itt van, és itt. Tehát ezeket a dolgokat veszi figyelembe, ezeket is ritkán. A kegyelmi jognak ugyancsak lényegéhez az, hogy nem adják meg, általában nem adják meg. Az esetek 99%-ában nincs pozitív elvirása a kegyelmi kérvényeknek, 100-ával írja alá a köztársasági elnök az elutasító határozatokat, és azokat sem kell természetesen indokolni. Vagyis nagyon ritkán kell, lehet élni a kegyelmi jogkör hatalmi lehetőségekkel, és általában az államok ügyelnek. Magyarországon, mivel hogy parlamentáris a berendezkedés, talán érdemes abból kiindulni, hogy itt az igazságügyi miniszter nem csak előterjeszti az ügyet, egyfajta javaslattal többnyire, hanem utána ellenjegyzi az államközösségét, és ezzel tartja a hátat, vagyis vállalja a politikai felelősséget. Hogy a politikai felelősség érvényesíthetősége különös dolog Magyarországon. Szemben más országokkal, mondjuk Franciaországgal vagy Szlovéniával, de egyedülően a parlamentáris berendezkedési országok többségével,
A politikai felelősség nem egyes miniszterekkel szemben érvényesíthető, hanem az egész kormányhoznak. És ez a miniszterelnökkel szembeni bizalmatlanság kinyilvánításával párosul, és a miniszterelnökkel szembeni bizalmatlanság kinyilvánítása egyben a kormány iránti bizalmatlanság kinyilvánítását jelenti a parlament részéről. Vagyis egyes minisztereket bizalmatlanság indítani. Nem lehet elhúztatni az egész kormányt, igen, a miniszterelnök személyén keresztül. Ezeket a körülményeket érdekel figyelembe venni, amikor megnézzük az eljárást, és az eljárásban az két pontot, ahol az eddig ismert szereplőken túl biztosan voltak más szereplők is. Ugye nagyon érdekes volt a reakció, a kormány sajtó reakciója. Furcsa átmenetek voltak a mentegetésből a egészen odáig, hogy igenis tessék magyarázatot az egész dologra. Nyilvánvaló, hogy a pókháló közepén ugye Orbán Viktort látjuk, aki ezt az egészet irányítja, illetve azt, aki kiválasztotta ezeket az embereket, ezeket a bizonyos feladatokra. Tehát, hogy itt azért az egyszemélyi felelősség minden ilyen sztoriban nagyon nagy, mert pontosan tudjuk, hogy hány ember véleményét hallgattam meg. Viszont Karsai Dániel részéről felmerült, hogy Novák Katalin lemondása így, ahogy volt, ez van megint valami dilettáns és alkotmányellenes dolog. Igen, talán érdemes felvetni azt a kérdést, amár kérhetünk, hogy a miniszterelnök vajon ebben felelős-e, vagy másban is, mert a miniszterelnök felelőssége eddig az ellenzéki közvéleményben úgy merült fel, hogy ő az, aki a helyére pozíciójába juttatta ezt a két politikus asszonyt, akit elmondani kérdezett. Én úgy látom, hogy a miniszterelnöknek ennél nagyobb, sőt konkrétabb felelőssége is van, de talán erről még hamarosan beszélhetünk. A Karsai Dániel szolgatésére nyugodtan azt mondhatjuk, hogy természetesen igaza van, de ez a magyar közjog faramútiságából adódik, hogy neki igazat kell adnunk, hiszen ugye a helyzet, hogy ha már erről beszélünk, fontos kérdés, inkább az ügy politikai vetülete, de ha erről szólunk, akkor azt kell mondanunk, hogy valóban minden lemondás, a államfői lemondás is úgy értékelendő első megközelítésben, hogy nem kötelező senkinek egy bizonyos pozícióban lenni. Ha valaki nem akar köztársaság elnök lenni, akkor az nem lesz köztársaság elnök. Ugye? Ha valaki lemond, akkor az illető le van mondva, hogy így passzívban mondjam. Vagyis elvileg, ugye ez az első megközelítés, mielőtt megnézzük a konkrét szabályokat, az első megközelítés tehát tényleg az, hogy nem lehet senkit kényszeríteni, hogy pozícióban maradjon, azok után, hogy kijelentett, hogy nem kíván ebben a pozícióban tovább marad. Az más kérdés, hogy helyes, ilyenkor is a közök abban segít az ilyen döntésekhez, hogy a közök sokszor lehetővé teszi, hogy az illető maradjon a pozícióban addig a rövid ideig, amikor az utódját meg nem választják, vagy ki nem nevezik. Magyarországon tehát ebből kellene kiindulni, és az alaptörvény többnyire ebből is indul ki, követve az egykori köztársasági alkotmány hagyományait. Ugyanakkor létezik egy külön törvény az államfő jogállásáról és juttatásairól, hogy a 2011. évi 110-es törvény, amely azt állítja, hogy a köztársaság elnök lemondásához is szükség. Ugye az előbb elmondottak könnyében azt mondhatjuk, hogy ez az elfogadó nyilatkozat, hát többnyire azért mégiscsak egy formalitás, nem de. Ahogy elmondtuk, valaki le akar mondani, hát akkor hagyni kell lemondani. Ez az elfogadás tehát mondjuk egy ilyen, hát egy olyasfajta plusz, ami nem különösebben indokolt, ugyanakkor azt is elmondhatjuk róla, hogy arra kötelezi az egyes képviselőket, hogy csak egyféleképpen szavazhassanak, és semmi más, hogy nem. Ez is előjön a magyar közjogban, ugyancsak anomáliaként utalhatunk például a népszavazási kérdésekre, ahol ugyancsak ilyen szabályt látunk, az országgyűlés kizárólag egyfajta egy irányú döntést hozhat, és senki más nem szavazhat ki, mert ez írja elő számára az alaptörvény. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy az elfogadó nyilatkozat egyfajta formalitás, amit az országgyűlés tudomásul veszi, hogy lemondott az a valaki, akit tulajdonképpen ő választott. Még azonban kiegészül a szabályokra, és felszólíthatja a köztársaság elnököt, hogy döntését fontolja meg, és a 15 napon belül ezen még gondolkodhatik. Ez sem túlzottan életszerű szabály, de nem károsztatom annyira. Más országok gyakorlatában is van ilyen, azért mégse mindennapos, hogyha egy állam lemond. Ennek lehet valami nem értelme, de azért azt mondhatjuk, hogy ezt kell nagyon formalizálni.
köztársasági elnököt, akár a rokonai is biztathatják, hogy fontolja meg újra a döntését, mielőtt bejelenti. Vagyis azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen bizonyos fokig az alkotmányos gyakorlattal szembe menő szellemiségben fogantak ezek a szabályok, és ebben igazat adhatunk Kassai Dániel barátomnak, de azt mondhatjuk, hogy túl sok vizet azért nem zavarnak, áthidalható dolgokról van is szó, inkább az életszerűség, inkább az élethez való közelítés kell, hogy legyen ezen szabályoknak a célja. Ezeket a célokat, ezek a szabályok most nem érik ugyan el, de józan észtel, kellő megfontoltsággal, bölcsességgel azért mégiscsak hát mind áttekintetünk, szerettük, ha úgy tetszik. De az biztos, hogy valamilyen formalitás mégiscsak kell, tehát az, hogy egy időzőben bejelent valaki valamit, az nem szabályos, ha úgy tetszik, hanem hát az országgyűléshez kell lemondulja. A politikai következmények valóban, hát valóban fontosabb, vagy fontosabbak lehetnének. Az a legelején már beszéltünk arról, hogy hát az ellenzék nem mondanám, hogy gyors reagálású hadtestként csapott le erre az adódó alkalomra, és még jelenleg sincs, azt hiszem, hogy teljes lángon még nem ég ez a dolog. Sokkal hamarabb léptek a civilek, alkatukból adódóan ők ezért egy kicsit könnyebben is lépnek ez ügyben, illetve most, mintha megszólalnának azok a, ugye Magyar Péter mellett is néhányan olyan hangok, nem a jobb oldalról, hanem konkrétan a Fidesz táborból, amelyek, hát, mint egy azért némi szembenézésre, meg szóval magyarázatra próbálnak így szert tenni, ami eddig nem volt azért jellemző a Kesmában, meg ezeken a helyeken. Igen, ezek a hangok mindenek előtt akkor élesedtek föl, amikor még nem volt magyarázat. Tehát amikor a dolog kiderült, hogy hát pénteken kezdődött, és hát hangsúlyozhatjuk azt is, hogy nem az ellenzéki pártot robbantották az ügyet, hanem egy vidéki városi ügyvéd, aki eljuttatott, észrevette a dolgot a bírósági határozatárában, és eljuttatta olvasói levélként egy kitűnő újság, kitűnő ügyeletes szerkesztőjének, a dolgot megírta. Hétfőre lett világos a közvélemény számára, hogy találkozni valamilyen hibát követhetett el. Kedre, szerdára már az is, hogy talán ebben más szereplőknek is hatásuk volt. Az is világossá vált, hogy Novák Katalin nélkül a dolog nem, vagyis bocsánat, Varga Judit nélkül a dolog nem ment volna, és itt állt le a dolog, és nem sütöttek este a miniszterelnök a már megnézett a videó üzenetében megszólalt, és ezzel hát természetesen elköszönt voltak éppen Novák Katalintól, de lehetett tudni, hogy Varga Judittól is ezzel elköszönt, és ekkor egy bizonytalanság állt be a Fidesz táborban, és a megmondó emberek mindenek előtt a felelősség kérdését írtották, vagyis azt, hogy szeretnék tudni az indokokat, hogy mégis miért döntöttek így szereplők. Ezeket az indokokat azóta sem tudtuk meg, de most már az igaz megmondó emberei nem is kívánják, hogy megtudjuk, hanem most már arról beszélnek, hogy a jobb oldalon érvényesül a felelősség, és vannak konzekvenciái a rossz döntéseknek, még a bal oldalon ilyesmi nem érvényesül. Bocsánat, közben. Igen, ez mondjuk nettó hazugság, de... Ugyanegyszerű. Igen, ez nettó hazugság, de hogy minden mellett valóban jól hangzik, tehát hogy ebben megpróbálni egy ilyen kis pulpitus, morális pulpitust összetákolni, és felállni rá, de hát alapvetően mégiscsak rájuk égett egy olyan döntés, amiről ugye hát maga a miniszterelnök mondta ki, hogy ez valami iszonyatos, hisz alaptörvényt kellett módosítani miatta, hogy ilyet ne tudjon még egyszer elkövetni egy köztársasági elnök. Igen, amikor a miniszterelnök felelősség, amikor ez egy ilyen ügy, ugye először az igazságügyi minisztériumhoz jut, akkor ott a kellő apparátussal körültekintően megvizsgálja az esetet, vagy a kegyelmi főosztályon, és akkor előkészítenek egy határozatot, amelyet természetesen az igazságügyi miniszter aláírja. Most az ebben az kérdésben, ebben az adott ügyben alig, ha nem hinni lehet a pletykáknak, amelyek először egy szélsőjobboldali lapot jelentek, ugye meg, de alig nem száfolták még, hogy az igazságügyi miniszter olyan tartalommal terjesztette fel a köztársaság elnöknek ezt az adott kegyelmi kérvényt, hogy a köztársaság elnök ezt ne fogadja el, hanem utasítsa el. A javaslat tehát, ha hinni lehet a híreszteléseknek, az volt, hogy a köztársaság elnök utasítsa el a kegyelmi kérvényt.
Ezt követően a köztársaság elnök mégis valamiért úgy döntött, hogy nem elutasítja az igazságügyi miniszter javaslata alapján, hanem mégiscsak helyt ad kérelembe. A köztársaság elnök, amikor találkozott ezzel a papírral, akkor méltán feltételezhette, hogy amit abban lát, az a kormány álláspontja. Az igazságügyi miniszter ugyanis a kormány nevében a kormány álláspontjáról tájékoztatta a köztársaság elnöket, és adott egy javaslatot, egy döntésre. Amikor a köztársaság elnök valamilyen okból kifolyt, úgy dönt, hogy szemben az esetek 99,99%-ával ezúttal nem teljesíti azt, ami az előtteli papírban szerepel, vagyis ami a javaslatban, hanem a javaslattal, a felterjesztés ellenével szemben másképpen dönt, ráadásul ennyire indokolatlanul, akkor itt nagyon különös motivációk harcáról lehet beszélni a köztársaságnak elképp. Tegnap este Balogh Zoltán elmondta, hogy őt megkérdezte a köztársasági elnök, Novák Katalin, és ő ilyen tartalommal adott tanácsot, és ezt rosszul tette, ő itt hibázott. Ugyanakkor ő maga is elmondta, hogy másokkal együtt kérdezte őt meg a köztársaságjel. A köztársaságjel tehát másokat is megkérdezett, és felvetné azt a kérdést, hogy vajon nem kérdezte-e meg? Nem kérdezette meg olyas valakit, aki Balogh Zoltánnál esetleg súlyosabb, fontosabb szereplő az ügyben. Hiszen ha a köztársaságjel úgy hihette joggal, hiszen ezt látta az előrakott papíron, hogy a kormány álláspontja egy valami, és ő szembe megy a kormány álláspontjával, nehéz elképzelni, de természetesen elképzelni, hogy ezt a miniszterelnök megkérdezésén nélkül úgy eldönthette aként, hogy az általa képzelt kormányálláspontal szemben határ. Ez tehát egy egész furcsa, hogyha ezt a pillanatot, amikor a köztársasági elnök kezd úgy dönteni, ugye, tehát a motivumok harcában oda jut, hogy mégiscsak szembe megy a kormány által elképzelt álláspontjával, alig ha nem tisztázni akarja előtte, hogy valóban ez-e a kormány álláspontja, és megteheti ő azt, nem csak ebben a magyar autoritárius rendszerben, hanem a demokráciában is alig, hanem ez így megy, egy jogállam. A köztársaság, nem vagy általában az államfő, felveti azt a kérdést saját magában, amikor e kérdésben dönteni kíván, hogy vajon megteheti-e azt, hogy az általa föltételezett kormány állásponttal szemben döntsön, és vajon nem tisztázza-e, hogy tényleg mi a kormány álláspontja, és lehet, hogy a miniszterelnökig is eljut ez a érdeklődése. Ez egyik pont tehát, ahol felvethetők más személyek felvethetők is. Amikor azonban a köztársaságen így vagy úgy, ilyen vagy olyan hatásra eldönti, hogy a kormány által elképzelt, vagy korábban hitt álláspontjával szemben kell dönteni, nem helyesen, mint tudjuk, utólag bevallotta, hogy nem helyesen döntött, akkor az ügy visszakerül az igazságügyi miniszterhez. Már most az igazságügyi miniszter korábban tehát olyan tartalommal terjesztette fel az iratot, hogy ne fogadja a köztársaság elnök a kérelmet, hanem utasítsa el. Ezzel szemben a köztársaság elnök helyt adott a kérelemnek, és ilyen értelemben döntött. Ezután az igazságügyi miniszter kérdezem, vajon mit tesz? Vajon föláll-e, vagy szó nélkül aláírja, vagy mégiscsak elgondolkodik az a kérdésen, hogy miként lehetséges az, hogy a köztársaság elnök szemben megy a kormány álláspontjával. Vajon nem érdeklődik-e ő maga is, hogy tulajdonképpen mi is akkor itt ebben a kormány álláspontja, hogyha a köztársaság elnök ilyen látványosan szemben megy azt, amit ő javasol. Itt megint felvetődik a kérdés, hogy ilyen gondolkodása közepette, vajon nem kérdezett meg ilyen olyan szereplőket, akár magát a miniszterelnököt, és talán nem közvetlenül, de közvetetten, mondjuk Rogán miniszterelnökön keresztül, vagy más személyeken keresztül, hogy a miniszterelnök nem vonódott be ebben a pillanatban is az ügyben. Vagyis én azt mondanám, hogy van az ügyben két olyan pillanat, két olyan momentum, amit ha kimerevítünk, akkor nehéz elképzelnünk, hogy más szereplők ne lettek volna a dologban. Én mégis különösnek tartom, hogy az ellenzék nem ezt a kérdést vetette, akárhogyan is. A döntés megszületik, és ilyen tartalommal megjelent. Van egy esetünk még 1998-ból, mindannyian emlékezünk rá, amikor a köztársasági elnök Gönc Árpád méltán és helyesen kegyelmet adott Kunos Péternek, noha az akkori igazságügyi miniszter Dávid Ibolya azt javasolta a köztársasági elnöknek, hogy ne adja kegyelmet. Itt tehát olyasmiről volt szó, ami hát mondjuk robbanítható ezzel a mai helyzettel, és akkoron az igazságügyi miniszter Dávid Ibolya helytelenül nem ellenjezte az államfő döntését, mert ez mégis államfő döntés, ez nem ellenjegyezte. Mielőtt folytatnám, kérdezném, hogy lehet hallani?
Igen, kiválóan. Köszönöm. Akkor mondom, Fábi is már figyelek, igen, figyelek. Hogy tehát nem ellenjegyezte az államfői döntést, és így aztán az államfői döntés nem születhetett meg érvényesen, mert az ellenjegyzés kell az érvényességhez. Azt mondhatjuk tehát, hogy Dávid Gyurcsány akkoron rosszul döntött, mert megtehette volna, hogy mégiscsak ellenjegyzi, hogyha egy tárgyalás, egy beszélgetés, egy megértés nyomán elfogadja az államfői álláspontját, vagy megteheti azt, hogyha nagyon nem tud elhegyetíteni a felem. Akárhogy történt is, a közjogászok akkor többnyire 80%-ban inkább Dávid Gyurcsánynak adtak igazat, én nem tartoztam közéjük, most is károsztatom Dávid Gyurcsány eme döntését, de most nem is azért hoztuk ezt most szóba, hogy erről beszéljünk, hanem arról, hogy akkor később Dávid Gyurcsány saját maga bevallotta, hogy a kegyelmi kérdésben hozott határozat nem ellenjegyzésére őt akkor a miniszterelnök Orbán Viktor utasította. Ha most ezt az esetet analógiaként vesszük, akkor azt látjuk, hogy azóta a helyzet nyilvánvalóan jelentősen változott, hiszen akkor még Magyarországon jogállam volt, ma már nem mondható ez ki, de minden esetre vannak bizonyos figyelmi, vagy hivatás viszonyok, amelyek megkerülését nagyon nehéz elkötelni. Nem állíthatunk természetesen semmit, hiszen nem voltunk oda. Azt mondhatjuk, hogy ha nem is utasításra, de minden esetre behatásra, vagy egy bizonyos álláspont feltételezése nyomán kikövetkeztethetően, egy két szereplő a mostani ügyben, a köztársaság elnök Novákat és az akkori igazsági miniszter Varga Judit, vagyis ebben az ügyben, amiről most beszélünk, olyan különös döntést hozott, egymásnak is ellentmondva, tehát szembe menve a másik szereplő ugye, akaratával, és méghozzá írásban leírt akaratával, hogy azt kell mondanunk, hogy itt nem tudjuk elhinni, elképzelni, hogy pusztán ők, és bocsánat, kérek, néhány kisebbségű tanácsadó javaslatára dönthettek így, ahogy dönthettek. Vagyis ez a kérdés igenis vizsgálható. Tovább talán erre való a politikai felelősség felvetése. Talán erre való a ellenzéki politizálás, talán erre való a függetlenségirány. De úgy láthatjuk, hogy e pillanatban legalábbis nem az ellenzék viszi ezt az ügyet, hanem a független sajtó nagy megelégedésünkre. Hát igen, hisz most először érzi azt, hát nem, talán nem először, de most legerősebben, hogy igenis van hatása annak, amit leír valaki, ugye a Kaufmann Balázs, aki pont jókor volt jó helyen, és megalkotta ezt a cikket, de közben pedig azon gondolkoztam, hogy miközben mi leírunk egy ilyen viszonylag ismert, vagy hát legalábbis precíz mechanizmust a döntéshozatal folyamatáról, és az erőviszonyokról, és az egész mozgásról, az entrópiáról, ezeken a minisztériumokon és egyéb közintézményeken belül, aközben pontosan tudjuk, hogy ennek az álcája mögött, ezekben a terekben, egy sokkal benfentesebb, egész másféle kommunikáció folyik. Én ezt úgy írtam meg most valahol, hogy jön a pápa, véláim, hogyha valakinek van valami csókos a börtönbe, akkor írja fel a nevét. Majd betesszük a többi közé, aztán majd úgy kiderül, hogy mégis őket választják. Tehát biztos, hogy létezik egy ilyen történet, ha nem is mindig így szó szerint, vagy legyen, hanem ráutaló magatartással, vagy csak egyszerűen egy tekintettel, de tudjuk, hogy a dolgok azok nem a hivatalos úton dőlnek el. Igen, így van. Tehát, hogyha a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezett tisztén sajátosságaiból indulunk ki, ugyancsak arra a következtetésre juthatunk, amelyre az előbb jutottunk, vagyis, hogy kell lenni az ügyben a megismerteknél fontosabb szereplőnek is. De hogyha nem ebből indulunk ki, hanem csak a mechanizmusból, maga a kegyelmi eljárás egyes szakaszait vesszük figyelembe, és írjuk le, akkor is ugyanide jutunk. Sőt, hogyha más ügyben, például a parlamentarizmus idejéből indulunk, akkor is ide jutunk. Hogyha az informális hatalom egyes szociológiai ismérveiből indulunk ki, vagy szerzett szociológiai megfogásokat veszünk figyelembe, akkor is ide jutunk. Vagyis azt mondhatjuk, hogy az előbb néhány percben csupán a kegyelmi eljárás szakaszait vettük végig, és ide jutottunk, de még sehol sem vagyunk, hiszen az összes többi szempontot figyelemére ugyancsak idejük. Egy percünk maradt, csak mondom, hogy egy jó lekerekítés. Egy jó lekerekítésre még van időnk, egy percünk maradt így a műsorból.
Ez esetben én megköszönném az érdeklődést, és kíváncsian várjuk a politikai fejleményeket ebben és másikben is. Én viszont nagyon-nagyon jó munkát kívánok, és próbálom kitalálni, hogy hogy lehetne ezt a szemét megismerni. Hát valahol reméljük, hogy ereszteni fog ez a gát, és aztán valahol még át is szakad, és akkor egyszer csak hirtelen annyi mindent meg fogunk tudni, hogy már nem is akartunk megtudni annyi mindent. Szentpéteri Nagy Rihád politikai elemző volt a vendégünk, a reggeli személy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és hát egy kicsit nehezített körülmények között telefonon elkészítettük ezt a beszélgetést. A viszonthallásra minden jót kívánok. Szia.